Az új városvezetés által létrehozott gazdaságfejlesztési főosztály körüli helyzet hozta a legnagyobb vitát a pécsi közgyűlésen kedden, mondja a Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter szerint komolytalan az, ahogy a többségi oldal kezeli ezt a fontos területet. Mindösszesen 4 fővel működnek jelenleg, és egy problémákat okoz az, hogy ezeket az álláshelyeket betöltsék. Így kérdésként merül fel, hogy milyen módon tudják ezek a személyek, illetve ez a főosztály, milyen hatékonysággal tudja a gazdaságfejlesztési feladatokat Pécsen ellátni, pedig tudjuk, hogy az elmúlt évek egyik legfontosabb feladata az volt, hogy befektetőket vonzon Pécs, az itt lévőket pedig maradásra bírja. A városvezetés szerint 14 fő lenne a gazdaságfejlesztési főosztály létszáma, amit folyamatosan töltenek fel. Az ÖPE képviselője Pécs idei költségvetéséről kérdezett. Hogy akar úgy a kormánnyal tárgyalni egy adósságátütemezésről, hogyha nem teszi le, hogy 2-3-4 év alatt hogyan tudná visszafizetni, hogyan akar tárgyalni érdemben és komolyan a kormánnyal, hogyha nem mutatja be, milyen kiadásokkal és milyen bevételekkel számol. Én úgy gondolom, hogy azért egy város költségvetése, amit egyébként 2 hét múlva el kell fogadni, ez több komolyságot érdemel. 8,5 milliárdos kormányzati kölcsönt kell visszafizetni december végéig egy 2017-es megállapodás alapján. Ennek átütemezését szeretné elérni most a városvezetés. Péter Fiatila szerint nem voltak ilyen komoly témák kedden. Semmelyik napirendi pontot nem emelném ki. Ez egy tisztán technikainak szánt közgyűlésként álltunk ennek a napnak. Úgy látom, hogy ezt az ellenzéki frakciók egész másképp gondolták. Azt gondolom, hogy technikai jellegű előterjesztésekről tudtak hosszasan, nagyon kimerítően, nagyon okos tanácsokat összefoglalva megszólalni. Azonban ezek a hozzászólások jottányit sem viszik előre a város ügyeit, foglalta össze véleményét a polgármester. A pécsi közgyűlés 16 napirendi pontot tárgyalt kedden.